Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Az általános vita igen hosszúra sikeredett, és hát mondhatjuk, hogy ilyen ideológiai elemeket is tartalmazott. Nyilván tartalmilag a frakciók el tudták mondani, mit gondolnak erről az előterjesztésről. Én akkor is már egy más megközelítésből tettem fel kérdéseket, de ezekre akkor nem kaptam olyan választ, amivel azt tudtam volna mondani, hogy teljesen megnyugtatott, ezért én ismét kísérletet teszek arra, hogy államtitkár úrnak kérdést tegyek föl. Ugye itt elhangzott a bizottság, ugye a törvényalkotási bizottság tájékoztatójában is, hogy vannak ezek között az átadásra kerülő ingatlanok között olyanok, amik komoly építészeti értéket és akár történelmi értéket is képviselnek, tehát konkrétan műemléki besorolás alatt állnak. Kettő példát említenék, például itt van Görcsönyben az 1700-as évek végén épült Benyovszky kastély, ami hát önmagában is különlegesség, nem csak ugye bizonyos történelmi vonatkozások tekintetében, de mondhatjuk, hogy egyedülálló magában stílusában is az a kastély, ez egy skót stílusú olyan kastély, amire nem nagyon van példa egyébként, nem hogy Magyarországon, de egyáltalán itt meg a környező országunkban sem. Másik pedig a devecseri Eszterházi várkastély, ami az 1500-as években épült, ez is önmagában egy nagyon komoly építészeti értéket képvisel. Ugye hallhattuk, hogy ilyen esetekben, tehát hogy a műemlékvédelem alá eső ingatlan átadásáról van szó, akkor az illetékes miniszter előzetes jóváhagyása szükséges. Ugyanakkor ez még önmagában nem ad kellőképpen garanciákat, és nem látok a javaslatban sem olyan garanciákat, amik biztosítanák azt, hogy ezek az ingatlanok majd adott esetben a megfelelő állapotuk megőrzésével, és ugye műemlékvédelmi szempontokat is figyelembe vevő megőrzésével kerül vissza az államra. Nem látom a garanciákat, hogy egyházi szervezetek, akik szociális ellátással foglalkoznak, a kellő szakmaisággal rendelkeznek-e, hogy ezeket az adott esetben megjelenő pályázatokat kezelve ilyen felújítási programokat véghez vigyenek. Milyen szakmai segítséget kapnak az egyházi szervezetek? Mikor várható, milyen formában és milyen volumenben, hogy pályázatok rendelkezésre állnak majd, hogy ilyen történelmi jelentőségű épületeket fel lehessen tartani? És konkrétan milyen jellegű felügyelet érvényesül majd a tekintetben, hogy ezeknek a rendkívül fontos épületeknek és építészeti alkotásoknak az állag megóvása megtörténjen? Nagyon bízok benne, hogy kérdésemre megnyugtató választ kapok államtitkár úrtól. Köszönöm. Köszönöm.